Gödöllőn a Szent István Egyetem rektori dísztermében a Mezőgazdaság és Környezettudományi Kar és a Vidékfejlesztési Minisztérium közösen tartották meg a háztáji gazdálkodás és öngondoskodás fenntartható foglalkoztatás a vidéki Magyarországon című szakmai konferenciát. Az esemény dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, Gyurica Csaba dékán és dr. Tőzsér János intézményvezető nyitották meg. A háztáji gazdálkodás a vidéki létforma alapelemévé válhat, mivel az önellátáson kívül bevételi forráshoz is juthatnak a családok. A termeléshez szükséges inputot a program keretében biztosítják. Itt egy szemléletváltás, a tudatformálásra is szükség van, hiszen meg kell értenünk mindenkivel, hogy az a legolcsóbb ennivaló, amit mi magunk megtermelünk. Ez ma már megvan a kellő szakmai háttér, és a fölösleget a piac is tudja fogadni, hiszen a gazdapiacokon keresztül, helyi termelésen, helyi értékesítésen keresztül, amit megtermelünk, az értékesíthető, az eladható. És nagyon fontos, hogy a Start munkaprogram keretében is olyan állattartó telepek, mintagazdaságok, kertészetek jöttek létre, amelyek a helyi közösség számára jelentenek élelmiszerforrást az üzem, konyhákra, szociális étkeztetésbe, piacokra is eljutnak ezek a termelvények. A megfelelő gazdálkodás kialakításának egyik alapvető eleme a szakmai tudás, melyet képzéseken, illetve tapasztalatcseréken keresztül sajátíthatnak el a termelők. A megszerzett ismeretek a rendelkezésre álló technológiákon keresztüli kivitelezése biztos megélhetést jelenthet egy több tagú család részére is. A rendszerváltás előtt ez egy mindennapi gyakorlatba bevett gazdálkodási rendszer volt, de azóta kiesett egy-két generáció. Ez az ismeret eltűnt a vidéki Magyarországról. Azokat a rendszereket, amelyek a háztáji gazdálkodásnak is a részei, a gazdálkodás, a növénytermesztés, állattenyésztés, a kertészet oldaláról, a teljes termékpályán végigmenve, tehát az alapanyag előállítástól a termék előállításig, feldolgozásig és értékesítésig, mi modulárisan is tudjuk rendelkezésre bocsátani, technológiáink állnak rendelkezésre, az az ismeretanyag, amit az oktatásban mi beépítettünk és beépítünk, hiszen a helyi élelmiszer előállításhoz kapcsolódóan ezeket mi magunk oktatjuk. Vannak ilyen kutatási programjaink, funkcionális élelmiszerekhez kapcsolódóan, tehát nagyon sokrétű a bekapcsolódási pontunk. Konkrétan a kormányzatnak a jelenlegi háztáji program kidolgozásában az oktatáshoz és a szaktanácsadáshoz kapcsolódóan veszünk részt konkrét feladatokkal, illetve hát mint ez a mai tanácskozás is, az ismeret átadás és bővítésben ilyen módon is szerepet vállalunk. Amikor definiáltam állattenyésztés, illetve szakmai szempontból a háztáit, hogy tudjunk rá technológiát adni, ugye mondtam, lenne ez egy ilyen úgynevezett extenzív része, ilyen külteljes, ami a hagyományos gazdálkodást, a ház körüli gazdálkodás jelenti, ami elsősorban önellátást szolgál, ez egy életforma, illetve kiegészítő jövedelem. A másik, amit mondtam, és kifejezetten kidolgoztunk, egy innovációt feltöttünk végre, az a professzionális háztáji gazdálkodás. Olyan moduláris rendszerű technológiát alakítottunk ki, ami egy egységben professzionálisan lehet tojást előállítani, vagy nyulat tartani, tehát különböző állattartást lehet csinálni. Olyan méreteket határoztunk meg, ami nem kell külön engedély hozzá, tehát háztáji körülmények között lehet végezni. Ezt jól csináljuk, akkor ez mindenféleképpen versenyképes terméket állít elő. Példát mondanék erre, hogy például van ez a tojóház, amit árutojás termelésre alakítottunk speciálisan, az egy 350 tojót tud befogadni, ez külön nem engedélyköteles, és ezzel már, hát úgy mondjuk gazdasági, tehát piaci eredményt is el lehet érni. Gondoljunk arra, hogy átlagosan most egy 300-as tojással, vagy a fölöttivel naponta tudunk számolni, azért az már jelentős bevételt jelent, és ha jól csinálja, tehát minden rendben van, akkor ez még előnyt is jelenthet, mert a rezsiköltségek, meg egyéb más költségek alacsonyabbak. Mert a technológiát is úgy alakítottuk ki, meg másik az nem kell külön elmenni, tehát az a más költségekre is meg tud spórolni. A természetes tápanyagokon felnevelt jószágok és vegyszerektől mentes növények kiváló minőségű alapanyagként kerülnek a magyar fogyasztók asztalára. A cél közös munkával és együttműködéssel érhető el. Meggyőződésem, hogy a háztáji gazdálkodásra nagyon nagy szükség van, több szempontból is. Azért is, hogy az önellátása adott esetben egy családnak ebből megteremtődjön. A másik fontos szempont az, hogy az elmúlt 20 évben a háztáji gazdaság vesztette el a legnagyobb állatlétszámot. Akkor, amikor 10 millió sertés volt, akkor ebből 5 milliót háztáiban állítottak elő, és gyakorlatilag háztáiban ez az 5 millió sertés gyakorlatilag az eltűnt. A nagyon sok hagyományos magyar termék külföldi alapanyagból készül, azért, mert ehhez nem tudnak Magyarországon előállítani megfelelő nagysúlyú
sertést. Itt kapcsolódhat be a háztáji gazdálkodás. Nyilván nem egy gazda tudja előállítani a magyar élelmiszer számára a nagysűrű sertéseket, hanem a gazdálkodóknak a sokasága. Ezért egy olyan integrációt és olyan együttműködést kell kialakítani a gazdák számára, amely integrációban biztosítva van az input anyagok, tehát a megfelelő minőségi takarmány, a jó minőségű tenyészállatoknak, ízalapanyagnak a biztosítása. Ez azért is fontos, mert ebben a programban a magyar genetikájú tenyésztők kerülhetnek előtérben, és a magyar genetikájú sertésekből tudjuk ezt a nagysúlyú sertést elállítani, és az is nagyon fontos, hogy nem csak a termelési oldalban kell segítenünk a gazdákat, hanem az értékesítési vonalon, tehát összefogni a háztáiban lévő állított nagysúlyú sertéseket, és ezeket egy egységes értékesítéssel megjelenni a vágóhidak felé, a feldolgozók felé, mert így tudjuk leghatékonyabban az ő érdekeiket képviselni. Együtt kell működni az egyetemnek, a génmegőrzési központnak, a szabályozónak, a minisztériumnak, támogatni kell az ilyen tevékenységeket, és együtt kell működni az integrátornak is, hisz ő fogja finanszírozni majd az állatok felnevelését, illetve a szaporulat megtermelését is. Az egyik oldala a legjobb génállomány kiválasztása, de a másik oldala, hogy akár hagyományos állományok mellett is a minőség sokkal jobb lesz, hogyha az állat rendes körülmények között van tartva, rendesen tud táplálkozni, stresszmentes az állat. Ezek is már mind kimutatott tények, hogy mind hatással vannak a hús minőségére, illetve hát a növények esetében nem kell hangsúlyozni, hogy az agyonvegyszerezett, agyonműtrágyázott és ezáltal hatalmas termés átlagokat elért növények azért nem feltétlenül a legegészségesebbek közé tartoznak. Otthon extenzív körülmények között nem használnak műtrágyát, hisz az plusz költség, viszont van terület, nem használnak olyan tápszereket, hormonokat az állatok esetében, amik nagy hozamot érnek el. Otthon extenzíven legeltetésben, illetve szabad tartásban tyúkot sertést, ahogy itt hallottuk is a professzor úrtól, kiváló minőségben fel lehet nevelni, nem olyan rövid idő alatt, viszont sokkal olcsóbban. A piacra jutás nehézségeinek könnyítésére alakult meg a Magyar Piacszövetkezet, mely termelői csoportok összeszervezésével a kialakított kapcsolatrendszer felhasználásán keresztül teremt alkupozíciót a megtermelt javak értékesítésére. Én, mint mezőgazdasági vállalkozó családgyermeke, és jelenleg is mezőgazdasággal foglalkozunk, folyamatos értékesítési problémánk és gondunk volt. És akkor, amikor volt ez az első lehetőség, ugye a kistermelői rendelet megjelenésével, akkor úgy gondoltam, hogy nagyon sok embernek van ugyanez a problémája, ami nekem is már évtizedek óta, és akkor a szövetkezeti forma volt az a jogi forma, amiben az belefért, hogy az ország minden részéből termelő, feldolgozó, kis manufaktúrákban készített kézműves termékekkel foglalkozó embereket, összefogtam, és most 108 az ország minden részéből vannak tagjaink, nagyon sikeresek vagyunk egyébként ezekben a szervezésekből, ezekből kivesszük a részünket. Nagyon sok piacszövetkezeti tagnak sikerült a termékeit annyira megismertetni és népszerűsíteni, hogy most már külföldi kereskedők is érdeklődnek. Kint voltunk Moszkvában, kivittük tavaly az Aranyosz Fesztiválra nagyon sok termékünket, és már oda is sikerült egyébként üzletet kötni. Egyébként a fő cél mindenféleképpen a magyar termék Magyarországon történő értékesítése, csak ez azért a sikertörténet, ez az is hozzátartozik, hogy ilyen is van. A háztáji gazdálkodás során az agilis polgármestereken is nagyon sok múlik, akik a termelés és értékesítés támogatásával önellátóvá tehetnek egy-egy családot, de akár egy egész települést is. Én a közösségben látom a sikerességet, mint ahogy el is mondtam a előadásom folyamán. Úgy gondolom, egy település attól település, hogyha egy jó közösség van benne, és azok segítik egymást, ha bármi nem gond és baj van. Természetesen fontos az, hogy mi egy megöröklött vagyonnal rendelkezünk, amit az előző vezetéstől örököltünk meg. Itt földterületről, eszközökről, gépekről van szó, amelyet az elmúlt esztendőkben tovább tudtunk fejleszteni. A településen 800-an lakunk, ezt érdemes tudni, és jelen pillanatban 147 embernek vagyok a munkáltatója. Ebben van, aki a start közmunkában vesz részt, és van, aki intézményi munkákban dolgozik. A jövőben való tervekről pedig csak annyit szeretnék mondani, hogy azt szeretnénk, hogyha helyi termékeket fel tudnánk dolgozni, és úgy tudnánk piacra lépni vele. Ez szerintem a jövője rozsájának.